Bárdos Lajos a Magyar Kórus Mozgalom megteremtésének és felvirágoztatásának atyja. Munkássága egészét áthatotta Kodály és Bartók. Tovább vitte mindazt a gondolatiságot, melyet a nagy elődök megteremtettek. 1977 óta rendezik minden esztendőben a zenei heteket, melynek célja nem a versengés, sokkal inkább egyfajta ünnepez, mely a kortárs művészeti ágakkal kiegészülve teremti meg azóta a magyarországi kórusok bemutatkozásának, illetőleg a szakmai továbbképzéseknek lehetőségét. Tornamegyében Gerse József és Kempelen Tünde nevéhez kötődik a rendezvény felfuttatása. Ez a kórusfesztivál egy kiváló fesztivál, és ez valamikor évekkel ezelőtt még a Gerse tanár úrral indult, és mi ővel együtt kezdtünk el dolgozni nagy szeretettel, és akkor ez csodálatosan működött, aztán a halála után egy pár évre megszűnt, de most újra virágba borult, és ebbe bízunk, hogy egyik legkiválóbb vidéki fesztiválunk. A bárdosi örökség tulajdonképpen az élet, az érzelmek szeretete, ami a zenéből kiárad, és amit a zenével lehet legjobban kifejezni, és amit a közösségek tudnak együtt megoldani, tehát tulajdonképpen emberi közösségeken keresztül a szeretet és az öröm nyilvánul meg, és tulajdonképpen Bárdos tanár úrnak ez volt az élete, hogy kórusokat szervezett, kórusokhoz elment, kórusokat irányított, és a kórusokon keresztül a zene, az élet szeretete nyilvánult meg. Szokta beszélni arról, hogy az idősebb korosztály így úgy, azoknak Kodály, Bartók és Bárdos szellemisége még megfelel, de az újak már YouTube-ról meg innen-onnan szedegetnek le darabokat. Hát szedegesség. Erre nincs olyan válasz, hogy tilos, meg tiltott, meg nem szabad. De a válasz az, hogy a hagyomány az akkor is hagyomány, hogyha Kodálynak, vagy Bárdosnak, vagy Bartóknak hívják. És hát most már lassanként Orbán György szintén hagyomány, és a többi fiatal nemzedéknek a tagja. Szintén én úgy gondolom, hogy ameddig kórus sok és kórus fesztiválok vannak, addig a bárdos hagyománynak mindig szerepe lesz. Az biztos, hogy a híres, nagy, kiváló kórusok megöregszenek. Ez sajnos igaz. De nagyon-nagyon sok fiatal kórus indul és alakul, és a kórusiskoláknak megvan a maga csodálatos képzése, ahol tényleg alakulnak fiatalokból nagyszerű együttesek. Igaz, hogy amikor a családalapítás ideje elérkezik, akkor sajnos sokszor megszűnnek ezek a kórusok, de bízunk benne, meg hát azért a példa is azt mutatja, hogy később visszatérnek a kórustagok, akik szeretnek énekelni. Nagyon nehéz fiatalokat megszólítani. Ez a fajta kórusmozgalom, ez azt gondolom, hogy maximum az X generációsokat tudja még megszólítani, az Y meg az E generációsokat, mert nagyon nehéz. Úgyhogy inkább, egyre inkább afelé kéne elmennünk, hogy egy ilyen élmény alapú kóruséneklést megalapozni, megalapítani az újfajta kórusiskolákban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lenne a jövő útja. Én azt gondolom, hogy a hagyományokat megtartva kell nekünk építkezni, hiszen nekünk magyaroknak nagyon jó kórusiskolánk van, és erre kell valamiféle újdonságot az új generációknak megfelelő, mint már mondtam, élmény alapú éneklést megalapítani. Az 1990-es évek óta a Bárdos zenei hetek az ifjúságnevelés felé is fordult. Emellett egész fennállása alatt egyfajta körképet mutatott fel a kórus éneklés hazai helyzetéről, melyben szerephez jut egyaránt az egyházi, a világi és a népzene. Dom, 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 hely a szívemnek nagy a búja, elég róla orvos súlya, hajdana, dana, dana, dom. Na, 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 na.
hosszú lenne a sor, tehát ugye amit a generációs különbségeket lehetne sorolni. Tehát a legfőbb különbség az az, hogy ezt nem lehet virtuálisan művelni, ezt abszolút személyesen lehet művelni, és valahogy ebbe kéne belevonni ugye ezt a fajta újabb generációt. Egy valamit soha nem lehet elfelejteni, hogy vajon ki írt volna a múlt-múlt század elején a templom énekkaroknak például nem olyan nagyon nehéz, könnyen, viszonylag könnyen megtanulható darabocskákat, hanem éppen a Bárdos családtagja, és hát Bárdos Lajos élen járt ezekkel a darabokkal. Tehát egyszerűen őt nem lehet elfelejteni. És ezt nem csak azért mondom, mert velem készült az utolsó fényképe még a halála előtt néhány héttel, hanem én nagyon szerettem őt, rengeteg autogramom, dedikált kottám van tőle, és én azt hiszem, hogy nekünk egy kötelességünk van, hogy a ifjú nemzedéknek ezeket az értékeket át kell adni. Ha ez sikerül, akkor nem lesz kérdés az, hogy a Bárdos névnek, vagy a Bárdos repertoárnak lesz-e valamikor is élő anyaga, élő szerepe különböző fesztiválokon.